kezdeném ugye Debrecennel, mert ez a jelen, ezért vannak itt Bukarestben, de Debrecen ugye valahogy visszamegy a múltba, hiszen nagyon sok kötődése van oda, hát ott gyerekeskedett sokat, hiszen ugye az édesanyját oda helyezték az Opera Színházba, és itt találkozott először az egyik legjobb barátjával, akit felsorolt, legalábbis egy interjúban, Latinovicsal is, ugye? Statisztált vele, vagy játszott vele, még gyerekként? Hát inkább ez olyan statiszta szerep volt, az apródját játszottam a Királyasszony lovagjában. És ott volt két kicsi rövid jelenetünk, de az elég volt arra, hogy eldöntse az életemet. Úgyhogy... Tehát ő volt egy döntő ér? Na hát igen, egy kicsit lögdösött, igen. De nem úgy direkt módon, indirekt módon, igen. Ugye még három barátot sorolt fel, Bódi Gábort, Őze Lajost és Gobbi Hildát. Ugye belőlük Latinovics is, meg Bódi Gábor is fiatalon elég hamar elmentek. Azt akkor hogy dolgozta fel? Milyen volt? Hát Lajos is fiatalon ment el. Ez földolgozás alatt van mai napig, tényleg. Hát az ember ezekkel nem tud mit kezdeni. Hogyha elhiszi, hogy meghalt, az a rossz. Ha nem hiszi el, akkor az is rossz. Ez igazából rengeteg munka van, és közben meg nincs mit vele kezdeni. Ez Sziszifusz. Latinovicsra azért még egy picit visszatérnék, hiszen olyan kevesen vannak, akik igazán tudnak beszélni róla. Hát mondjon már valamit, hogy milyen volt vele. Így nagyon nehéz, mert egy megosztó ember volt. Hát nyilván én rosszat nem fogok róla mondani, valaki mást kérdez, akinek... Nem is rosszra voltam kíváncsi. Akinek negatív tapasztalatai voltak, az nyilván megint más mond. Hú, hát itt ugye akkor sorjáznának azok a jelzők, amik egy ilyen helyzethez illenek. Lefelejteném ezeket. Egy hihetetlen képesség volt, egy igazi 19. századi figura, aki belegázolt a 20. századba. Tehát a 20. századnak az a sajátos morálja, ami vagy morál volt, vagy nem, döntse el kikízlése szerint, és az ő 19. századból hozott reformer szemlélete, azok nagyon-nagyon csúnyán tudtak ütközni egymással. Szóval gyakorlatilag minden konfliktus tulajdonképpen erről a környékről érkezett. Hát volt egy kiállhatatlan természete is, ez természetes, ezt nem illik eltitkolni, sőt, én szeretek is erről az oldalról beszélni, mert úgy érzem, hogy akkor kerek az ember. Hozzátartozott. Abszolút, és ebből adódtak aztán azok a fantasztikus, szép elesett pillanatai, amikor az ember ráérzett, hogy itt nem csak egy színés zseni van, hanem egy éppen olyan esendő, hát, hogy mondjam, sors sújtotta valaki, mint mi minnyáján vagyunk. Persze mindenféléket el lehetne mondani, hogy mekkora színész volt, milyen versmondó volt, hogy játszott filmen, hogy játszott színházban. Majdnem mindent. Majdnem mindent, és mégsem mondtak el róla semmit. Tehát az róla megjelent könyvek, irodalmak, akármik, ezek ilyen nagy általánosságok. Az az élet, amit ő élt, az pedig úgy megmaradt az övének, és én ezt nem is abajgatnám, mert ő maga se szívesen beszélt ezekről a történetekről, én milyen alapon, pláne akkor, amikor már engedélyt se kaphatok tőle erre. Ugye említette a versmondást, hát bennem éppen azok maradtak nagyon-nagyon meg a Latinovics verselései. Ön is verselt elég sokat. Ez valahogy kötődik-e hozzá, vagy ez egy teljesen másik történet? Hát csak olyan értelemben, hogy lehet Zoli után verset mondani. Csak ilyen értelemben. És hogy lehet? Lehet. Egyrészt azért, mert rengeteget változott, amit úgy hívnak, hogy korszellem. Nem tudom, hogy miért, de így hívják. És azért itt is vannak felfedezések. Tehát, hogyha az ember hogy megkapargatja Adit, József Attilát, Kosztolányit, csak hogy ezekről rendkívül nagyságrendekről beszéljek, és akkor megyünk vissza egy picit az időbe, akihez ő nagyon hozzá sem mert nyúlni, a Vörösmarty és Arany, tehát ez a környék. És akkor nem beszélek most még Csokonairól, aki egy ilyen rokokó csodája. Tehát van mivel foglalkozni, hogyha az embernek van rá ideje.
És aztán, amikor nincs rá ideje, akkor is egyszer csak valahogy az a korszak úgy kiköveteli, hogy jöjjenek ezek az emberek, mert valahogy szükség van rájuk. Itt van a stempli, megfogja a stemplit így lágyon, belenyomja a párnába. Nem kefélni, belenyomja a párnába. Így, aztán ráüti ide a vezérigazgató neve alá. Így. Na most próbálja maga. Egyet oda, egyet ide. Egyet oda, egyet ide. Egész jó. Na most megtanítom magát, hogy kell a festékkel spórolni. Figyelje meg. Egy a párna. Hogy vagy, apa? Pénz kell. Más út sérsz. Igen. Minden összejött. Vállóper, lakáscsere. 6000-et fizettem, hogy bevezessék a telefont. 150000-et azért, hogy egyik papírról a másikra átírják a nevemet. 20000-et lenyelt az ügyvéd. Azt a szép, világos, békás megyeri lakást. És mi erre? Két ilyenre. Elváltál a Katitól, és most már biztos? Biztos? Miért? Ellent az eszed. Mi lesz az unokámmal? Eddig se nagyon láttuk. Apa, nem azért jöttem, hogy erről beszéljünk. Milyen ember vagy te? Hagyd már, hagyd beszélje ki magát. Ellopták minden pénzemet. Ellopták? Mária anyám. Hol? Taxiban. Akinek olyan jó megy, hogy taxizik? Nem, én taxis vagyok. Taxis? Igen, ott dolgozom. Ő nagyon sokszor úgy vállal el egy szerepet, legyen az filmszerep vagy színházi szerep, hogy egy emberhez köti. Tehát személyes kötődései vannak, vagy a rendezőhöz, vagy egy színésztársához, vagy egy helyzethez, ami tudja, hogy ott megszülethet. Ugye ez most ilyen a debreceni színházi előadás is a Vidnyánszkival. Ha jól tudom, akkor elmaradt egy úrimúri, amit be kellett pótolni valamilyen szinten. Nem, az úrimúrit mi megcsináltuk. Aztán úgy lassan elkeveredtem tőle, mert közben volt egy gerincműtétem. És aztán még műtét után is csináltam. Nem tudom, az úgy szép csendben elaludt, az marha erős előadás volt. De hát mint minden Vidnyánszki egy kicsit, hogy mondjam, túl lett cifrázva. Körülbelül 3-4 van vége, szóval 2 is sok, de mondjuk 1 a legjobb. És hát ugye beült a néző 6-kor és 11-kor kiment, szóval. Kemény. Húzós egy kicsit, és hát persze hát Móricz is elég vastag szalonnájú ember, szóval ott is azért el lehet rajta rendesen nyammogni. Szóval abba a zsírba, abba a töménységbe bele lehet fulladni elég rendesen. És akkor ez még valamilyen, hát nem tudom, úgy vettem észre, hogy az utóbbi időben kerülik azt a megírt színházi irodalmat, amit gyakorlatilag minden színház valamilyen értelemben a műsorán tart, vagy kedvel. És valahogy a nézők is szeretik, talán azért, mert ismerik őket, és akkor úgy mennek oda, mint hogyha valami rokonhoz mennének, akinek tudják a szólalmait, az összes marhaságát. És akkor valami olyasmit kellett volna összerakni, ami nem ennyire, hogy mondjam, egy nagy, közös dramaturgiai műhelyből jön ki, hanem valahol a mi fejünkből is, a Vidnyánszki fejéből is. Akkor ott vannak gyönyörű zeneszerzők, akik állandóan megjönnek föl, és megemelik a hangulatot, vagy éppen besűrítik. És akkor egy ilyen gondolkodósdi alakult itt. És azt elég sokáig, majdnem egy évig ötten csámcsogtunk, nyámnyomtunk ezen a dolgon, míg aztán kialakult ez a forma. Hát azt majd el lehet dönteni végül is, a nézőnek készül, hogy ez kinek mit jelent. Kesejnek szárnya csattogását Prométheusz halhatatlan tűnő. Azonnal nem tudom.
szóval én az este láttam az előadást, és az első gondolatom, ahogy vége lett, az volt, hogy nagyon-nagyon becsülöm és tisztelem a színészeket, akik ezt végigbírták csinálni. Nem tudom, hogy miért, tehát nem mindig értettem rendesen a szöveget sem. Azt hiszem, hogy ez egy elég nagy baj volt számomra, de lehet, hogy nem is volt olyan fontos a szöveg. Kérdezem, de fontos a szöveg. Fontos lett volna? Hogyne, hát ez körülbelül, mikor ezt kalibráltuk, akkor ez a Csokonai Színház nagyságára készült. És ugye hát itt ez a tér, ez egy hatalmas tér, amiből belekeveredtünk itt, plusz oldalhajókkal, ami ott Debrecenben egyáltalán nincs, amik meg is lettek időnként nyitva, sőt, egy a hátsó az egyfolytában, ez nyeli a hangot. Na most az, amit ott mi bemértük, ez az álomszerűsége az egész dolognak is, hogy az úgy működjön, mint hogyha egy álomból működne az egész, tehát nem teljesen a valóság, és néha rátelepszik a valóság is, néha fölemeli az álomszerűség. Ezt egy ilyen emelt, megemelte plusz hanggal, ez fölrobbantja az egészet. És igazából, hát akkor most söprök a saját házam előtt, nem is nagyon volt erre alkalmunk kipróbálni. De annyi gubanc van, tehát nem tudom, de maguk jobban tudják, itt építik át a színházat, szóval. Igazából, hát még próbán se tudtuk belőni, mert napközben ugye működtek a gépek, a fúrógépek, a nem tudom micsodák, a szerszámok, hogy csattogták körbe az épületet. Na, abba is hagyom a mosakodást, szóval ezek azért belejátszottak. De amikor az ember egy ilyen helyzetbe elmegy, ez a hozama a dolognak, akkor azért tudni kell előre, hogy hova megy. Ugye több mint 20 éve szabadúszó. Hát, ahogy veszik, igen. Körülbelül, hát 91-et datálnak egyes források. Nem tudom, hogy én úgy gondolom, hogy ennek van ugye előnye sok, mert akkor az ember valamilyen módon szabad tud lenni, vagy független, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy teljesen helyi való legyen, de ugyanakkor lehet, hogy hátrányai is vannak, mert azért megélni csak meg kell valahogy. Ezt hogy érezte ön a bőrén? Hát egyrészt, mint mindenki más, másrészt pedig elég jól bírom az úgynevezett szűkesztendőket. Hát nincsenek különösebb igényeim. Talán azért, mert nem is voltak soha. Úgyhogy nem, meg soha nem vetett minket fel a pénz gyerekkoromban se. Szállj le a feleségemről. Azt hiszem, félreértettél valamit. Mit? Alapító tagja volt ugye a Katona Színháznak is, aztán onnan egy idő után elment. Sőt, hát ugye volt, most már nem tudom pontosan, hogy hány év és mikor volt, de volt egy olyan nagy csend Cserhalmi György körül. Nem volt? Volt hát egy lehet, pár év olyan... Én nem hallottam nem? ezt a csendet. Nem, valóban, hát, de hát az nem egy ideig voltam én a Katona tagja, hanem azt hiszem 81-től 89-ig. Hát az 7 év az, vagy 8 év, szóval. Az elég. Hát az egy rendes idő, egy helyen lenyúzva, hát az igen. A csend az, nem tudom, egyszer valóban elköltöztem vidékre, most is ott élek. Lehet, hogy amikor ott raktam össze a házamat, akkor lehetett valami szünet. Nem különösebben emlékszem rá, hogy az úgy megviselt volna. Akkor biztos nem volt olyan, ez csak így csapódott le valahol. Mm. Térjünk át egy kicsit a filmekre, hát ugye ott is említettem már, hogy valahogy személyekhez köti a szerepeit, hát ugyanígy elmondható ugye Jancsóról is, meg Makkárolyról is, meg Bacsó Péterről is, ugye, hogy valahogy hogy visszatérő motívumok voltak az életében. Ugye Makkárolyjal hát nem is olyan rég forgatott. De hűséges almák vagyunk. Meg hát azért valamilyen szinten ők nekem... Ugye a moziba, különösen a Jancsó, az valamilyen szinten mesterem volt. És hát az ember
ha teheti, akkor elég alázatosan viszonyul a mesteréhez, ha teheti. És tekintettel arra, hogy én ezt tehetem, hát, hogy mondjam, nekem egy egészen különös ünnep, amikor vele dolgozhatok. Halál komolyan mondom, ünnep, és nem munka. Ne bánts, kérlek, ítéljen a törvény. Van törvény, van. Ítéljen a törvény. Rád egyetlen törvény érvényes, megdög lesz. Te menj innét. Ne küldd el. Félek. Maradj. Fogd meg a kezem. Nem akarom látni a kést. Sajnos Bacsó már nincsen közöttünk, ő is egy ilyen, egyszer találkoztunk egy moziba, akkor valami, nem, én nem vagyok haverkodós, tehát nekem addig tart a film, aztán soha többé semmi. De az, ami ott az alatt történt, az meggyőző volt valahogy kettőnk számára, és akkor ő is bekerült a Hűséges Almák klubjába. Hát a Charlie bácsival, igen, most nem is olyan régen csináltunk vele egy felejthető mozit, maradjunk ennyiben. Hát igen. Mindenki tévedhet. Nem. Egyszer, nem is a tévedésről van itt szó. Azt hiszem, hogy másról. Akkor ezt nem filtatom. Ne feszegessük. Jó. Fiatalokkal is dolgozott, hát engem például meglepett, én láttam a Fényösvényeit, a Mispál filmjét, és az engem ott nagyon meglepett, Cserhalmi György. Nem? Hát nem tudom, nehezen tudtam elfogadni azt, hogy most itt egy szinte vak embert kell eljátszom, holott ugye nekem volt egy képem Cserhalmi Györgyről, és akkor most itt idézném is Mentzelt, aki azt mondta, hogy egy valódi férfi. Cserhalmi György. Mentzel. Igen. Pál Mentzel? Nem, ezt mondta. De valami hasonló. Pontosan ezt mondta, mert leírtam, amikor... Igen, valami pont ilyesmit mondta. Igen, hogy valódi hát férfi. Hát néha a igazi férfiak, a valódi férfiak is megvakulnak időnként. Az milyen volt az a szerep? Az úgy megosztotta akkor a filmnézőket is, emlékszem, hogy két tábor volt. Volt egy, aki teljesen el volt szállva, és teljesen oda volt. Volt a másik, amelyik egy kicsit olyan kétkedős volt, olyan, mondjuk nem igazán... Hozzám nem jutnak el ezek a hírek. Szóval az se jut el, hogy jaj, meg az se, hogy jaj. Tehát ez úgy van. Volt ott valami filmszemle, akkor azt gyorsan megnyertük. Talán én is elhoztam a legjobb alakítást. Lehet innét aztán beszélni, hogy savanyú, vagy nem savanyú, vagy milyen ízű. Az jó, hogy ez megtörtént, és az is jó, hogy velünk történt, meg Mispállal, velem, meg a Nagy Andrissal, akik ezt csináltuk. Akkor rá is tényleg a másikra, a Bagó Bercére, a Vadászat az angolokra, az is egy csodálatos film volt. Szép film volt. Ugye hát ott lovagolt is, jól emlékszem? Hát már... Ez is egy visszakötődés valahová, hogy hát még a kaszkadőr életemben, igen.
Hát még úgy, ugye, hogyha fölraknak a lóra, még elzetyegek, hogyha muszáj, igen. Ugye most az új színház, térünk rá, ugye Bagó Berciből átcsapva az új színházba, ugye annak idején oda is volt egy kötődése Székely Gáborral. Így van. Aztán, amikor őt menesztették, akkor ugye ön is elment, jól emlékszem? Vagy a körülmente? Hát az úgy volt, hogy nem tudom, ilyen nagyon jó színház lettünk, mert ugye a színház Székelytől nem is lehet mást várni. Egy éven belül mindent taroltunk, tehát nagyon, tényleg egy ilyen nagyon erős csapat volt. Akkor jött egy politikai döntés, és tekintettel arra, hogy emberhez kötjük magunkat, mert erről az előbb szó volt, és hát persze én is eljöttem, hát ez nyilvánvaló. De majd 13 évre rá visszahívtak vendégnek, akkor ott voltak mindenféle nagyon, nagyon fájó dolgok, meghalt egy kollégánk, és akkor nem az a darab lett, hanem egy másik lett helyette. És akkor ez kötődik a Bagó Bercihez, akivel nekem megvan egyfajta viszonyom, ami talán barátinak is mondható. És az új színház ugye tavaly megint nagy főszereplője volt a... Hát a sajtónak is, meg mindennek, igen. A magyar kulturális közéletnek. Történt valami szégyenletes dolog, ami ugye megpróbálnak mindenféle ilyen mondva csinált mondatokkal elfedni. Ez azért szégyen, úgy ahogy van, maradjunk ennyiben, és én pontosan tisztában vagyok vele, hogy ezzel azok az emberek, akik ezt a szégyent kialakították, szembesülni fognak rövid időn belül. Hát bár így lenne. A politika azért nagyon sokszor osztogat néhány csúnya pofot. Nem tud más, nincsen más eszköze, nincsen más gesztusa. Pénze nincs, szeretni nem tud, ezen kívül már csak ütni verni tud, ez maradt. Ez olyan, mint a rossz gyerek. Be van zárva egy szobában, néha kijön, azt hiszem, hogy mindenkibe be kell rúgni. De ezt mindig ilyen könnyedén el lehet így mondani, hogy bezárjuk a rossz gyereket, és kész. Hát nem, én nem zártam be, ő zárja be magát. Hát ha fel akarja, én nem foglalkozom velük. Hogy tud mindig ilyen mosolygós lenni? Hát tud, nem csak nekem szól ez, hanem ez általában így szokott lenni. Hát lehetne persze vicsorogni, meg pofákat vágni, és de mi értelme lenne? Annyi savanyú Jóska van Magyarországon mostanában, hogy... Nem, az ember tényleg kínjába is röhögnél. Ezért is sokkal jobb, hogy vidéken lakik? Tehát nem vágyik vissza Budapestre? Nem, egy kicsit sem. Egy kicsit sem. Én Európába vittem magát. Maga pedig ott helyett engem a szárban. Kérem szépen, ne tessék engem sehova vinni. Nagyon jól vagyok itt Oroszváron, ugye? Na, nem jött még meg az eszem? Modernizáció, nem mond ez magának semmit? Na. Maga nagy idők tanulja Pelikán, és ez a nemzet. Boldogulni fog, ha beleszakad, akkor is. És magát ez kötelezi. Szipák úr, én tele vagyok jó szándékkal, de megint mondom, tessék engem békén hagyni. Ugye? Jó. Na. Jó. Nem erőszak a disznótól. Van itt valami számla, egy számlácsuka. Elfelejtette kifizetni. Vigyázzik maga. Én vagyok. Hát akkor itt hagynám, gondolkozzon. Akkor most egy kicsit érünk rá megint csak egy film kapcsán, ugye hát a lányával dolgozott legutóbb. Igen. Tudom, hogy a lánya ugye nem egyből ezt a pályát választotta, hiszen először bölcsészetet végzett, majd aztán szépen átvándorolt a rendezőire. Óva intette, vagy egyáltalán milyen volt ez, amikor megtudta, hogy Sára is valami ilyesmiben akar úszni? Hát más a viszony nálunk. Szóval engem azért, hogy a gyerek, amikor 14 éves lett, akkor elkezdett fölnevelni. És hát innétől kezdve ugye egyenes az út. Hát én gyakorlatilag nem is volt rá érkezésem, hogy én beleszóljak az ő szakmai életébe. Azt mondta, hogy filozófus akarok lenni apa. Akkor mondom, jó, hát akkor jelentkezz. Akkor fölvették, akkor ezt végezte, és akkor utána egyszer csak azt mondta, hogy na, akkor most megvan ez a diploma, tehát nem a középiskolából megyek, hanem van egy, akkor menjünk, akkor elmegyek, és megpróbálok a rendező szakra jelentkezni. És akkor mondtam neki, hogy persze, menj. Hát nincsen. De nálunk nincs így átdumálva, átrágva a dolog. Az egy másik kérdés, hogy amikor már
van ennek valamiféle súlya, és látom, hogy komolyan veszi, és aztán ebben a kérdésben engem is komolyan vesz, amennyiben és amennyire lehet, akkor én is jobban odafigyelek erre az egészre, és akkor azt látom, hogy hajaj, jó a gyerek, jó, föl kell kötni a gatyát. És hát marra büszke vagyok rá, de hát most erről hogy beszéljek én, mint apuci? Hát pont így. Tehát az a történet, ugye, amit megfilmesített Sára, hát az egy olyan történet, ami ugye, elég sokszor előfordul, de azért igazából még itt sincs nálunk se rendesen megbancolva. Nem hiszem, hogy Magyarországon is meg lenne. Ez egy olyan történet, amihez azért valamilyen módon csak kell kötődni, vagy minimum kíváncsinak kell lenni. Így volt ezzel ön is? Tehát, hogy nem csak a kicsi lányom hogy megkért, hogy az ő kíváncsiságát mi keltette fel ebbe a témába, az igazából, ahogy ma mondják, nem beszéltük ki. Azt gondolom, hogy majd akkor fogjuk, amikor neki is szüksége lesz rá. Tehát én nem megyek elé a dolognak. Viszont rengeteg kört tettünk körülötte. Tehát amikor íródott ez a könyv, és ugye hát az talán nem titok, hogy azt az alap kanavázt, azt én kapartam ott össze, és mert hát én személyesen ismertem azokat az embereket, akikről szól ez a mozi. Tehát nem azt jelenti, hogy én írtam, hanem adtam szempontokat. És akkor ezt ők nagyon jól megcsinálták. Tehát fölraktak egy forgatókönyvet, és akkor már történészekkel, levéltárosokkal tárgyalt. Tehát abszolút az a szakmai részeket tisztázta. És aztán eljött a forgatás, amikor hát az nagyon-nagyon jó volt. Láttam az én saját kölykömet hadvezérnek, ott 70 embert irányít, és soha egy hangos szó, szóval ahogy én szeretek forgatni, úgy forgatott. Nem voltak furcsa helyzetek? Hogy apu vagy Eina Sára, vagy valami ilyesmi, nem? Nem. Ez nálam mindig eldől. Tehát ha én elvállalok egy mozit, akkor én azt is eldöntöm, hogy nekem ott mi a dolgom. Az a dolgom, hogy színész legyek, és nem az a dolgom, hogy belepofázzak. Ezért vagy azért, mert én nem látom át az egészet, az nyilvánvaló a rendező dolga, meg az operatőr dolga. Ha ketten valamit ők már megbeszéltek, akkor az én szempontom az, hogy mondjam, elenyésző. Egyszer van, amikor az ember azt mondja, hogy szerintem itt máshogy kéne, de az megbeszélés kérdése. De ez nem egy mindennapos dolog a forgatáson, sőt nem minden órás, meg főleg nem minden órás. Ugye végül nem lett tisztára igazi magyar film ebből a filmből, mert ugye anyagi okok miatt aztán máshol kellett utómunkálatokat végezni. Ez mennyire fájdalmas? Vagy ez most már ezekben az években már nem? Hát nem tudjuk ezt, mert ugye egyrészt ugye átalakulóban az egész finanszírozási rendszer, becézzük így, hogy ez az átalakulás. És most már ugye el is várják, hogy innét is jöjjön valaki, onnét is jöjjön, amonnét is, és ha van három külföldi támogató, akkor esetleg már akkor mi is adunk lóvé, de inkább nem. Most valakik ülnek valamilyen pénzeken, állítólag fizetik a filmek adósságait, nem tudom. Az ember azt gondolja, hogy ha egy szakma kriminalizálódik, akkor azért csak kéne lenni bűnösöknek, de senkit nem látok a bíróságokon. És hála Istennek senkit nem dugtak még kóterályban. Tehát úgy igazából, hogy mondjam, ilyen laikus döbbenettel nézem, hogy mi folyik. És az a baj, hogy egy nemzedék pont így lép bele a mozizásba, hogy vannak tervei, vannak elképzelései, és akkor azt mondják nekik, hogy fityisz. Semmi közük, se az előzményekhez, se a pillanatnyi helyzethez. Valami közük lenne a jövőhöz, de ott meg sorompó van engedve oda közéjük. A jövő meg közéjük egy sorompó. Tehát akinek a fejébe ez a gondolat megszületik, az valóságos elmebeteg. Aki a jövő elé sorompót lak, az nem normális ember. A cseh filmeknél voltak ilyen sorompók? Hát nagyon szerették a csehek Cserhalmi Györgyöt, tehát foglalkoztatták. Kölcsönös. Már a csehszlovákok is szeretett, aztán külön a szlovákok, külön a csehek. Hát én nagyon szeretek oda járni. Az egy tényleg egy ilyen mosolygós. Hát ott meg lehet tanulni mosolyogni, ott meg lehet tanulni helyén kezelni ezt a szakmát. Abszolút. És hát nagyon tudják. Nagyon-nagyon tudják.
Most még eszembe jut Wim Wenders, ugye, aki a 10 legnagyobb színész közé sorolta be Cserhalmit. Ezt így személyesen is hallotta tőle? Személyesen nem, én hozzám csak a hírek jöttek el. Hát nem esett rosszul. Soha nem gondolt arra, hogy tanítson, vagy? De, csak nem engednek. Itt is vannak valamilyen ilyen hivatalos figurák, hát teljesen hülyék. Valahogy nem. Nem tudom, oda nem lehet. Valamit tudnék nekik mondani, amit ugye ezt a 30 éves lufit kipukkasztaná, amit most ők már 30 éve kvázi tanításnak hívnak. És hát az nyilván nem esne jól. De nem lenne nagy baj szerintem. Hát akikkel foglalkoztam, szerintük sem. És rendezni? Néha szoktam, nem vagyok egy ilyen, hogy mondjam... Az is felkérésre? Vagy igen, én soha nem megyek oda, hogy én rendezni. Kétszer megkért a Bagó, egyszer a Vinyánszki. Mit tudom én, azokban vannak ilyen nagyon érdekes részek, meg nagyon csapnivalóak. De soha nem tudom a kettőt olyan egyensúlyba hozni. Nyilván képességek hiány vagyok, és én már megtanulni már nem is fogom tudni ezt, ahhoz már később. Alázatos-szerű színésznek titulálta egyszer magát, rendezőként is ilyen volt? Nem. Nem. Nagyon szeretném tisztelni ezt a környezetet, amiben dolgozok, azokat az embereket. Csak amikor azt látom, hogy még mindig nem tudod a szöveget, Józsikám. Még mindig nem tud esni az eső a színpadon, Barnuskám, Ferikém, Lajoskám. Nem ezt a ruhát akartam, de engem ennyi pénz van, meg nem tudom micsoda. És akkor utólag mindig derülnek ki a disznóságok, amiket kvázi az a nagy indulat, hogy mégiscsak kultúrát csinálunk, tehát akkor hunyjunk szemet a kisebb stiklik felett. És akkor az úgy befedi az egészet, mert szóval azért én elég jó színészek társaságában nevelkedtem. Ott nagyon nagy disznóságnak számított, hogyha ha valaki úgy érkezett, hogy nem azon a szinten volt, mint a többi. Mert azt úgy értük meg, hogy nem hisszük el. Tehát, hogyha én vagyok egy alázattal, akkor te miért nem? De nagyon ritka az ilyen, én úgy... Nem, nálunk ez gyakori volt. Igen. Tehát az egész katona de így volt, telt, az egész új színház így telt. Szóval valami olyan, mindig egy készenlétben voltunk, és annyira jól voltunk renírozva, annyira egyrészt nyitottam, másrészt pedig ég alakúan, hogy mentünk, mint egy így, és nyomtunk szét mindent, amit szét kellett nyomni. Én aztán a későbbiekben, amikor kvázi rendezőként ilyennel találkoztam, nem is értettem, hogy ez mi. És akkor úgy hát úgy az ember elkezdett átlátni. Jó, mondom, ezt az ablakot csak le kell mosni. Tehát ez kosz rajta, és akkor átlátok rajta. És akkor úgy átlátok rajta, és nem jó, amit látok. Szóval, akkor azt mondom, rendben van. Hát. Ébren!
kiállsz és eltűnsz megint magtalan. Miért, miért homályosan, fájód és hasztalan, képed minden rossz napomban benne van. Álmodban ott leszek, ébren is ott leszek, és a tessék rám törsz le homályosan. Lássalban ott leszek, ágyamon ott leszek, nézhetsz rá elhelyette, én leszek. Ez széltalan. Báj, báj, homályosan, képed minden rossz napomban benne van. Itt az előbb dudorászott, és akkor eszembe is jutott, hogy vajon itt így ebbe az egész pályába, vagy életbe, vagy nem is tudom, hogy nevezzük a Cserhalmi Györgyébe, az éneklés és a dalszövegírás, az hogy ékelőd? Véletlen? Nem, én szoktam írni szövegeket, de nem kifejezetten ilyen dalszövegeket, hanem én magamnak. Tehát én marháskodok, de nincs abban semmi magvas, meg mély, vagy nem tudom micsoda olyan, hogyha nem találkozik vele az utókor, akkor össze fog érni az ég a földdel. Nem csak úgy megnyugtatású, hogy ezt biztos elfelejtem, holnapra írjuk le. Tényleg elfelejtem, hát semmi értelme nem fut az egésznek. Akkor jó van. És akkor jön egy zeneszerző, és megkérdezi, hogy Gyurikám, nincs a fiókban néhány? Hát nem, a Novák Petivel egyszer ilyen elrugaszkodtunk a valóságtól, és akkor ennyi az egész, tehát nem egy különösebben nagy történet. De ír még ma is? Írogat? Persze. Igen. Nem tudtam róla levenni a szemem. Egyszerűen nem tudom. És ezért ugrál a folyóba. És a feleségem lett. Csak holnap utazom. Csak? Ez egy csak. Még van időnk. Mire? Aha. Azért megvársz. Csak az ő hangját hallottam. Én azt kérdeztem, hogy hol voltál. Nem emlékszem, mi történt. Hogy felejthettem el? És akkor mi van most Cserhalmi Györggyel? Tehát milyen filmszerep? Hát a film az most Vigyázba áll Magyarországon, illetve nincs film már Vigyázba. Hát az most nem nagyon van. Mi van helyette? Hát gyakorlatilag majdnem semmi. Most majd elkezdek én megint valamikor szeptemberben, vagy inkább augusztusban dolgozni, színházban. Garaci László ír az MK-ről egy történetet, azt visszük színpadra. Hát a nyár meg ilyen felemás módon telik el, mert... Hát díszvendég lesz a Poszton, nem? Azt, így reklámozzák. Igen, csak azt pontosan nem tudom, hogy mit jelent. Ezt akartam kérdezni, igazából szerintem mit is az öltönyt és nyakkendőt jelent, tehát nem lehet olyan marha jó. Hanem hát valamit nyilván ott az ember elkóvályog. Hát nyilván amennyi előadást tudok, megnézek,
ez azt gondolom, hogy a kötelességeim közé is tartozik. Nyilván így beszélgetéseken majd részt kell venni. Az már nem annyira jó. Mert ugyanezt meg lehet oldani egy sör mellett, egy kocsmaasztalnál, és akkor nem egy ilyen nyilvános, amit úgy nem tudok hova rakni, hogy leülnek oda fél órát, jól egymásra borogatják a nyelvüket, meg a pici molylepkényi agyukat, és aztán mindenki halálra van sértődve egy évig. Meg kell ülni rendesen sör mellett, vagy bor mellett, ki mit szeret, kávé, teát is lehet inni. De hát például egy ilyen országos színházi találkozón az elkerülhetetlen, hogy mégiscsak ne legyenek ott valamilyen típusú városvezetők, vagy politikusok, vagy... Most azok értenek hogy... a színházon? Hát nem értenek, hát de ott vannak. És csak szóba kell állni velük, vagy nem? Hát hogyha ő akarja, én az a baj, hogy én meg se ismerem őket, szóval fogalmam sincs, hogy ki csoda, de jön azt mondja, hogy politikai rendben van. Hát most mit kezdjük ezzel? Ugye politizálni soha nem politizált. Igazából ilyen igazából nem, de ugye volt egy olyan, amikor kitiltották Csehszlovákiából, ezt én gondolom egy kicsit politikainak, meg azt, amikor most ugye a Lehet más a politikánál is, ugye ott fennforgott, vagy fennforgolódott, vagy fennforgatták, vagy hogy is mondjam. Fölforgattak, igen. Nem, hát az a Csehszlovák az egy régi történet, ott van, ramazulisztunk egy kicsikét meg. Hát akkor még volt ez a konfliktusos helyzet a két ország között. Ugye hát mi nem voltunk hívei a 68-as bevonulásnak, illetve hát ott nyílt ki a csipánk igazából. Ott jöttünk rá, hogy milyen rendszerben, milyen világban élünk. És onnantól kezdve olyan sok illúziónk nem volt Magyarországgal kapcsolatban. És akkor oda elmentünk néha, meg ott voltak olyan helyszínek, és hát... És ezt megkaptuk a magunkét, teljes joggal egyébként. De hát mivel hogy én személy szerint nem vonultam, én mindig úgy éreztem, sőt ellene voltam, sőt gyűlöltem ezt az egész szituációt. Úgy éreztem, hogy miért rajtam akarják leverni, na mindegy. Ki lettünk tiltva, az is valami. Ez a lehet más a politika, az meg majd, hát én komolyan vettem, hogy itt lesz egy ökopárt, és milyen jó lesz, hogy megyünk és összeszedjük a szemetet a tóparton. Tehát ilyen romantikus elképzeléseim voltak az egészről. Ma már nincsenek. Ennyit erről. Semmiről? Vagy semmiről. Csak el? Semmiről. Nincsenek illúzióim. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.